Köszöntöm minden kedves nézőnket a Helyi Hírmondó mai adásában. Témáink. Úszásoktatás az óvodában. Testületi ülés volt szerdán. Polgármesteri látogatás a felújítás alatt álló templomban. Még kedvezőbben kérhető részletfizetés a NAV-tól, ahogy arról tájékoztatott az adóhatóság. Ha mozgásról van szó, az óvodásokra mindig lehet számítani. Ha a mozgást a vízben lehet végezni, akkor dupla a lelkesedés. 5 alkalommal vehettek részt jánosházi óvodások úszásoktatásban az elmúlt hetekben. Az oktatás célja természetesen nem a professzionális úszóképzés, sokkal inkább a vízben való nagyobb biztonságérzet kialakítása volt. A kicsik játékos feladatokkal ismerkedtek a folyékony közeggel. 5 alkalom egyeseknek már elég volt az önálló úszás elsajátításához, de volt, aki még csak segítsége volt képes a víz felszínén maradni. Az azonban mindenképpen látszott, hogy jól érzik magukat a medencében a gyerekek. Az oktatás a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan idén is a Celldömölki vulkánfürdőben volt. Szerda délután ülést tartott városunk képviselő testülete. Az ülés elején a folyamatban lévő pályázatokról számolt be Kis András polgármester. A Zöld Város program beruházásáról a labdarúgó pálya melletti területről elmondta, hogy több mint 2000 köbméter szemetet és törmeléket hordtak el ahhoz, hogy a terület tiszta és a munkálatok elvégzéséhez megfelelő legyen. Tovább csúszik a gyalogátkelők és a kerékpárutak kialakítása. A kivitelezéssel megbízott közútkezelő kapacitás hiányra hivatkozva további halasztást kért az útfelújításra. A legújabb információk szerint jövő tavasszal végzik el az útfelújítást, addig el kell viselnünk a jelenlegi felületet. Illetve annyi javulás azért várható, hogy az útfelújítás késése miatt a szennyvízjavítást kivitelező Szabadics Kft. E hónap végéig szintbe hozza a munkák miatt maradt gödröket. A tervezett piacfelújítás új szakaszba léphet. A pályázatot elnyerte városunk, ezért a tervezés fázisába lépett a projekt. A tervek elkészítése után lehet majd kiírni a közbeszerzési pályázatot. A képviselők elfogadták az ülésen a tervezés költségeit. Felmerült, hogy addig is javítani kell a piactér világításán. Erre jelenleg csak ideiglenes lehetőség van, hiszen a beruházás előtt a piacon jelentősebb beavatkozást már nem szándékoznak elvégezni. A bölcsőde pályázatot is beadják, a határidő november 30-a. Ígéretre van rá, hogy azokat a projekteket, amik e határidőig beérkeznek, még az idén elbírálják, ezzel megnyílna a lehetőség, hogy jövő szeptemberben akár meg is nyithasson a bölcsőde 2 csoporttal. A Batthyány iskola és a konyha felújítására benyújtott pályázat aláírt szerződése még nem érkezett meg, ezért nem tudják kiírni a közbeszerzést ezeknek a munkálatoknak a kivitelezésére. Ismét éles vita alakult ki a vízelvezető árkok ügyében. Törvény szerint ezek karbantartása a lakosság feladata, ebben az önkormányzat nem tud részt vállalni, mert jelenleg is kevés a létszám az elvégzendő feladatokhoz képest. A Jánosháza fejlesztéséért a Nonprofit Kft. További támogatásért fordult városunk vezetőihez. A Kft. Végez több olyan feladatot településünkön, amelyet az önkormányzat a jelenleg érvényes jogszabályok szerint közvetlenül nem végezhet. A nyáron végrehajtott feladatok többletköltséggel jártak, ezért fordultak a képviselőkhöz, hogy további 2 millió 800 ezer forinttal támogassák a Kft. Működését. A kért támogatást a képviselők megszavazták.
Tegnap délután Kis András polgármester és Horvátné Apró Erzsébet pénzügyi osztályvezető Bodorkos Imre plébános meghívására megtekintették a templomfelújítás jelenlegi állapotát. Mint ismeretes, az állami támogatás az önkormányzaton keresztül volt elérhető, ezért a plébánia az önkormányzatnak tartozik közvetlen elszámolással. Az állami támogatáson felül a várostól is kapott támogatást az egyházközség. Polgármester úr meg volt elégedve a látottakkal. Elismerően szólt az eddigi munkálatokról. Az anyagi támogatáson felül eszköztámogatást is ígért a befejezéshez. Imre atya tájékoztatta a hátralévő feladatokról, vázolta azok ütemezését. Mint mondta, amint elhárulnak a kövezet lerakásának váratlan akadályai, azonnal megkezdik a munkát. Jelenleg ez a munkafolyamat azért áll, mert kiderült, hogy az eredetileg tervezetnél több kő pótlására van szükség, mivel több lap volt sérült, mint ahogy azzal előzetesen számoltak. Úgy néz ki, hogy ezzel együtt egy hét múlva meg tudják kezdeni a munkát. A kivitelező ígérete szerint nagyobb létszámú csapattal érkezik, ezzel tartható lesz az ütemterv a csúszás ellenére is. Ha a kövezet a helyére kerül, azonnal megkezdődhetnek a befejező munkálatok a templomban, mint a világítás, a hangosítás, valamint egyéb járulékos feladatok elvégzése. Hogy december 22-én újra teljes pompájában ragyogva lehessen átadni, megszentelni a templomot. A NAV közleménye szerint januártól már 500 ezer forint adótartozásig kérhető egyszerűbben a részletfizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Ehhez mindössze egy kérelmet kell benyújtani. A lehetőséggel már minden természetes személy élhet, így nem csak magánszemélyek, hanem egyéni vállalkozók és az áfa fizetésre kötelezettek is. A NAV a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi maximum 12 hónapra a pótlékmentes részletfizetést. 2016. júliusában bevezetett automatikus részletfizetési kedvezmény már a kezdetektől népszerű volt. Vas megyében 2016-ban több mint 340-en, tavaly pedig csak nem 800-an éltek az egyszerűbben kérhető lehetőséggel. Idén csak szeptemberig már 1187-en vették igénybe az automatikus részletfizetési kedvezményt. Január 1-től ugyanis még kedvezőbbé válnak annak feltételei. A lehetőséggel már az egyéni vállalkozók és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek is élhetnek. Jelentősen emelkedett az összeghatár is. A korábbi 200 ezer forint helyett már 500 ezer forint adó tartozásig, és a korábbihoz képest akár a duplájára maximum 12 hónapra kérhető a pótlékmentes részletfizetés. Kivétel ez alól a személy jövedelemadó előleg és a lemont jövedelemadó, a beszedett adó, valamint a levont járulékok. A kérelmet benyújtóknak automatikus részletfizetés kérését indokolniuk sem kell, továbbá a NAV nem vizsgálja az egyébként szükséges feltételeket, például a fizetési nehézség fennállását és az igénylő jövedelmi helyzetét. A pótlékmentes részletfizetési kedvezményt a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi az adóhivatal. A NAV honlapjáról a letöltések és egyéb menüpontból elérhető automatikus részletfizetési kérelem beküldhető postán vagy személyesen is leadható a NAV ügyfélszolgálatain. Akinek van ügyfélkapuja, akár otthonról néhány kattintással elküldheti kérelmét az FAM01-es nyomtatványon elektronikusan. Az egyéni vállalkozók, mivel elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kizárólag ügyfélkapon nyújthatják be kérelmüket. Fontos az engedélyező határozatban megszabott fizetési határidők betartása, mert ha az esedékes részlet fizetése elmarad, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, aki nem jogosult automatikus részletfizetési kedvezményre, kérheti az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést, melyről a NAV a 30. számú információs füzete tartalmaz részletes információkat. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelme
illetékmentes. Ennyi fért ma esti hírműsorunkba, várom Önöket a képernyők elé, jövő heti adásunkban is.